állok ilyen nagyon vicces lámpák előtt, és az van kírva, hogy K-labor, ez micsoda? Hát tulajdonképpen ez egy építész, belső építész design csoport. Mi 2007-ben végeztünk az Iparművészeti Egyetemen, és azóta kísérleti jelleggel is készítünk ilyen design tárgyakat. Az újrahasznosítás keretein belül is elkezdtünk most így a PET-falackkal foglalkozni, hogy milyen érdekes tárgyakat tudunk belőle létrehozni. És most leginkább így a chiller és a világító testek felé kezdtünk el menni. Itt próbálunk a nekés szatyrot akció keretében szatyrokat varázsolni, amiket újra lehet hasznosítani, meg zoknit újra hasznosítunk, és rizsbaba lesz belőle, és WC-papír, guriga, és tojásdoboz, és minden, ami belefér. Csináltam szatyorból fonalat, és meghorgoltam, és ezt vihetem magammal, és tartós, mosható, úgyhogy nagymamák mintájára. Gergő, fordítsd meg azt a szatyrot, mert ezen dísz is van. Járnál ilyesmivel iskolába? Hát nem tudom, egy ilyennel nem biztos. Ez nem elég trendy? Hát szerintem inkább lányos, de lehet, hogy majd egyszer. Hogyha egy nagyobb méretű, mert ez szerintem túl kicsi. De csinálnál belőle mondjuk egy laptop tartót? Hát amúgy igen, egy laptopnak még el is tudnám képzelni, igen. Mert azt védi, mert puha, jó puha. Zacskózik, vagy visz magával szatyrot, mondjuk vásárlásnál? Viszek magammal szatyrot. És mennyire fogadják jól a kereskedők, hogy visszautasítják? Kérek barnát! Nem szólnak semmit. Tudom, akkor te önkéntesként vagy jelen itt. Hogy tetszik ez a mai rendezvény, ahova itt kivezényeltünk téged? Szerintem nagyon jó ötlet, mivel felhívja figyelmünket a bolygóra, arra, hogy hogyan tesszük tönkre, és a fiatalabb korosztály is nagy számban megjelent ezen a rendezvényen, és így ők is sokkal felvilágosultabbak lesznek majd ebben a témakörben.